átadták a mezővári egyházi önkéntes tűzoltóság laktanyáját. Templom felújításért adtak hálát a salánkiak. Kerületi ima délutánnal méltatta a reformáció emléknapját a Kárpátaljai Református Egyház. A reformáció gyermekei program kapcsán szerveztek családi napot Visken. Tartsanak velünk a Kárpátaljai Történelmi Egyházakkal foglalkozó Hitélet magazin mai református műsorában. Ünnepélyes keretek között adták át a mezővári egyházi önkéntes tűzoltóság laktanyáját. A Derceni után ez a második önkéntes tűzoltóság, amely a Kárpátaljai Református Egyház égisze alatt működik. Az igehirdetést követően Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke emlékeztetett. A mezővári 1998-as és 2001-es árvíz rádöbbentette az itt élőket, hogy a bajt meg kell előzni. De ha már bekövetkezett, akkor is nagy szükség van a szakavatott segítségre. Az első indítatásokat azok a Dercenben kaptuk. Ugye én mindig ott voltam a derceniek ünnepségein, illetve amikor tolmácsra volt szükség, akkor fordítottam a képzéseknél, és arra a döntésre jutottunk, hogy Váriba is jó lenne legalább egy árvízvédelmi képzést csinálni, hogyha baj van, akkor a helyiek tudjanak saját magukon segíteni. És az első képzés a mostani önkénteseknek egy árvízvédelmi képzés volt. Akkor még nem gondoltunk arra, hogy lesz egy önkéntes tűzoltóság, de ez úgy továbbfejlődött. A derceniekkel együtt csináltuk az árvízvédelmi képzést, és azt mondták a fiúk, nem tudom, hogy kinek, hogy hát jó lenne, ha nálunk is lenne egy jó tűzoltóság. És hát ez a közösségnek az ötlete, és így is valósulhatott meg. Én pedig azt láttam, hogyha van kivel, akkor meg is kell csinálni. És az alakuló gyűlésre, ami valamikor 17-ben volt, azon igen sokan részt vettek, és aláírták a kis jegyzőkönyvet, hogy igenis ők önkéntes tűzoltók lesz. De mi akkor nem volt semmink, tehát se védőruhánk, se gépjárművünk, semmi, csak egy tervünk volt, hogy akkor dolgozunk rajta. És hát Isten megadta, hogy eddig eljussunk, és mára van egy gépjárművünk is, és van egy laktanyánk is, van védőruhánk is. Hát azt mondom, hogy több van a minimumnál, és ezzel a szűkebb környezetünkben, ezen a vidéken, ahol a közelben nincs tűzoltóság, ami működne, mi vagyunk azok, akikre számíthatnak a szomszédos települések, illetve ez a nagyközség mezővári. A püspök hozzátette, egy üzemen kívüli kazánházat hathatós magyarországi támogatással építettek át laktanyává. A felszerelést Németországból és Hollandiából kapták. Magyar és svájci kollégák oktatták a helyi önkéntes tűzoltókat. Mi először is voltunk Debrecenben, utána a derceniektől kaptunk kiképzést több alkalommal, együtt tanultunk a magyaroktól a derceniekkel, utána pedig már két alkalommal a svájci tűzoltó kiképzők voltak bennünket oktatni. Több bevetésünk volt, több bozótűzünk, lakástűz, gépjárművet oltottunk, traktort oltottunk mezőn. A mezővári önkéntesek túl vannak a tűzkerességen, helytállásból példát mutattak a többi település számára. Kárpátaljai Református Egyház újra bebizonyította azt, hogy tevékenységével nem csak az emberek lelkivilágával foglalkozik, hanem az emberek biztonságával, a közbiztonsággal is foglalkozik. Mai eseménynek nagy jelentősége van megyére nézve is, nem csak a magyar laktatelepülések nevére is, mert amennyire tudjuk, a baj az nem ismer se nemzetisége, se felekezeti hovatartozást, úgyhogy a baj bárkihez elérhet, és az ilyen önkéntes tűzoltóosztagoknak a működése nagyban hozzájárul az állami tűzoltóosztagoknak a munkájának az eredményességéhez, és amint a felszólalásában is említette ezt az állami tűzoltó parancsnoksága ezredese, hogy Kárpátalján a normatívák szerint még ilyen 48 ilyen önkéntes tűzoltóosztagra lenne szükség ahhoz, hogy tényleg az állami normatívák szerint tudják ellátni a feladatukat. Úgyhogy a mai esemény ez egy példaként is lehet, hogy szolgálhat a Kárpátalja többi más településeinek, hogy a most alakuló félben lévő kistérségeknek is, hogy kövessék a Kárpátaljai Református Egyháznak a példáját, és saját
térségükben hozzanak létre ilyen önkéntes tűzoltóosztagokat, mert ugye ez nem csak az adott település, hanem az egész társadalomnak az érdeke is. Ezzel is bemutatva azt, hogy az egyház és az állam partnerként, és a kisebbségek és az állam partnerként tevékenykedjenek a Kárpátalja javára is. És ezzel is bizonyítva azt, hogy az államnak pedig az egyház és a kisebbségek személyében egy resszúrszra kell, resszúrszként kell odafigyelni, egy előnyre, és ezeket az előnyöket mindenféleképpen jó, hogyha kihasználjuk. A kárpátaljai állami katasztrófa elhárítók szerint mintegy 40 a mezővárihoz hasonló önkéntes tűzoltóegységre van szükség ahhoz, hogy hatékonyan lehessen megvédeni a megye lakosait a katasztrófák, tűzesetek következményeitől. Következő állomásunk Salánk, ahol templomfelújításért adtak hálát a hívek. Ezt követően a Bótrágyon megrendezett kerületi ima délutánon veszünk részt, majd a Reformáció Gyermekei Program Viski rendezvényére látogatunk. A salánkiak a Reformáció emléknapján tartottak hálaadó istentiszteletet templomuk felújításáért. A 14. században épült, nagy múlttal rendelkező templom rekonstruálásához 2018-ban kezdtek hozzá. A munkálatok során teljes belső tatarozást végeztek, valamint a templom tetőszerkezetét és csatornarendszerét is lecserélték. Balog Attila, salánki református lelkész elmondta, a templom felújítás fő támogatója a magyar kormány volt, de sokat köszönhetnek a helyi gyülekezeti tagoknak, vállalkozóknak is. Maga a templom egy ókori eredetű templom, 1390-re tehető a templomnak az építése. Az akkori salánkiak, mikor beszorultak, ugye a tatárjárás következtében erre a lápos területre, akkor itt a legmagasabb pontot nézték ki, és így építették a templomot. Persze ez az idő folyamán többször bővült, ugye a településnek a nagyobbodása miatt, és három ízben lett hozzáépítve, legutolsó alkalommal 1936-ban Horkai Lajos tiszteletesnek az idejében. Fontos az, hogy maga a templom egy közösségi hely. Úgy, ahogy egy ház is, ha nem lakják, az élettelenné válik. Tehát számunkra fontos volt, hogy olyan közösségi helyet alakítsunk ki, amelybe lehet élni, tehát amely vonzó az emberek számára, illetve egy olyan hely, ahol valóban, hogy Jézus mondja, hogy az Istenháza az elcsendesedésnek, az imádságnak a háza. És ugye református közösségünket itt Salánkon, ez a mondhatjuk úgy is, hogy maga a templom is összefogja, tehát egy olyan hely, ahol az ember Istennel és egymással is találkozni tud, illetve maga a története magának a templomnak, mivel ki kell emelnünk azt is, hogy itt Salánkon 1711. februárjában egy országgyűlés történt, amely II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez kapcsolódik, és itt volt az utolsó országgyűlése, tehát ezek a kövek tanúi annak az eseménynek, amelyek akár 1711-ben, vagy korábbra visszamenve, vagy a későbbi időben történtek. Az ünnepségen részt vett dr. Tilki Attila, a magyarországi országgyűlési képviselő beszédében kiemelte. Példaértékű az, hogy a kárpátaljai magyarság a nehéz körülmények ellenére sem adja fel hitét és identitását. A Reformáció emléknapján vagyunk Salánkon, ahol megújult a református templom. Ugye a reformációnak a legfőbb üzenete a megújulás. Hogyha visszagondolunk arra, hogy mi történt 1517. október 31-én a Wittenbergi várfalonál, vagy várkapunál, ahova Luther Márton a tanait kifüggesztette, akkor az arról szól, hogy egy közösség élni akar, egy közösség meg akar újítani dolgokat, de egy közösség ragaszkodik ahhoz, ahonnan elindultak, hiszen a másik egyik fontos alapelve a reformációnak, hogy a szentíráshoz való ragaszkodás. Én úgy gondolom, hogy ezek mind áttételesen, átvitt értelemben igazak a kárpátaljai magyarokra is, hiszen ha akarjuk, hanem a korral valamilyen szinten változnunk kell, viszont szükség van őseink hitére ahhoz, hogy pontosan tudjuk azt, hogy kik vagyunk, kik voltunk, kik vagyunk és kik szeretnénk lenni. És ehhez ad lelki töbletet, hogyha valaki
vallással gyakorló templomba járó ember. Számomra fontos, hogy a szomszédtérség országgyűlési képviselőjeként jelen vagyok Salánkon. Egyrészt azért, mert a mi nagy térségünk Rákóczi földje, hiszen az én választókerületemben van Tarpa, ahol ugye született Esze Tamás, vagy ha úgy tetszik, az én választókerületemben volt az a bizonyos bajnokmező, ahol az első győztes csatáját vívta Rákóczi, bár az emlékmű most már a határ innenső oldalán van, tehát mi mindig szoros szimbiózisban éltünk, és én úgy gondolom, hogy azzal, hogy a szomszédtérség országgyűlési képviselője jelen van, fideszes országgyűlési képviselője jelen van kárpátaljai rendezvényeken, az erősíti, én úgy gondolom, erősíti az itt élő magyarokat, hogy a szomszéd is figyel ránk, hiszen a mindennapi életünk is ilyen, nagyon fontos, hogy milyen viszonyban vagyunk a közvetlen szomszéddal. Én ennek igyekszem megfelelni, mert tudom azt, és érzem azt, és lelkiekben is érzem azt, hogy én is kapok támogatást lelki értelemben is a kárpátaljai magyarságtól, a kárpátaljai magyarság élni akarását. A hálaadó alkalmat a gyülekezet hittanosainak ünnepi műsora tette még szebbé. Majd a vendégek és gyülekezeti tagok megkoszorúzták a település történelméhez szorosan kapcsolódó Rákóczi emlékművet. A következőekben a Kárpátaljai Református Egyház központi ima délutánján veszünk részt, majd műsorunk befejező részében a Viski családi nap programjairól láthatnak összeállítást. Kárpátaljai Református Egyház minden évben központi rendezvény keretében méltatja a reformáció emléknapját. Az idei kerületi ima délutánnak a Bótrágyi Református templom adott otthont. Az alkalmon természetesen a reformáció és annak fontossága is előtérbe került. A reformáció mindenkor ugyanis a probléma megoldás mentén terjedt. De azt mondhatnánk, hogy az egyháznak a megújulása, az egyház történelem folyamán láthatjuk, a probléma megoldásnak a területén teljesedett ki. A mostani reformáció számára nagyon fontos egyház történeti üzenet ez, hogy probléma megoldás mentén tudunk a továbbiakban is erősek lenni és folyamatosan fejlődni. A probléma megoldás itt most azt jelenti, hogy fel kell vállalni konkrét emberi, családi kérdéseket. A széteső családok, a bizonytalan kérdések idejében felvállalni az, hogy most éppen egy apának, egy anyának mi a szerepe, hol van a helyünk. Egyáltalán olyan kérdéseket adósság van, abból hogy mászok ki. Szétesett családok vannak, és a gyerekem már kicsúszik a kezemből. És hogyha ezeket a kérdéseket be tudjuk azonosítani, fel tudjuk vállalni, ezekkel szembe tudunk nézni, és meg tudjuk oldani, akkor fog az egyházunk egyszerre erős lenni és növekedni. Máshol az európai civilizációban alig van már ilyen hely. A református egyházunk itt Kárpátalján egy olyan forrása lehet a reformációnak, ahonnan elindulhat egy új keresztény megújulás. Egy olyan éledési forrás lehet, ami valamikor volt Wittenbergben és Genfben. Kérjük, felséges Istenem, légy kegyelmes, itt lévő reformációhoz. A legöregebbtől, a legkisebbig, a ma született. Mindenki élünk volt, ölej magadhoz, szeretetet. A már sokadik alkalommal szervezett ima délutánon a kerület több gyülekezetéből vettek részt a hívek és a lelkészek. A közös elcsendesedésen a jelenlévők hálát adtak és köszönetet mondtak az áldásokért, valamint könyörögtek a kárpátaljai emberek nehézségeinek megoldásáért. Zán Fábián Sándor püspök a közös imádság fontosságáról is beszélt. Az a lényeg egy ilyen ima délutánnak,
hogy mi teljes egyszerűséggel leülünk a templom padokba, és imádkozunk. Magasztaljuk az Urat megtartó szeretetéért, kegyelméért, azért, mert ő az Isten. És az ő isteni mi voltát mi érezzük, tapasztaljuk, látjuk, így is mondhatom, hogy tudjuk. És ezzel a hittudattal gyűltünk ma össze, hogy lehetőségünk, sőt kötelességünk az Istent imádni és magasztalni, bűnbánatot tartani, és lehetőségünk van áldást kérni. Áld meg a te örökségedet, melyen láthatóvá teszed, Urunk, dicsőségedet. Hadd legyen láthatóvá ez az áldás abban, Urunk, hogy megajándékozod az édesanyákat gyermekekkel, s a már megszületett gyermekeket megajándékozott testvérekkel. És így imádkoztunk a gyógyulás áldásáért, így imádkoztunk, és ez a mai délutánnak egy központi gondolata volt, a gyermekáldásért, a családokért, az anyami gyümölcséért. Itt ma olyan fiatal lelkészek imádkoztak, akik nagyon érintettek ebben a témában, hiszen mindenkinél, akik ebben a témakörben szólaltak meg, ők gyermekáldást kaptak, és olyan lelkészünk is imádkozott, akik nemrég fogadtak örökbe gyermeket. És én úgy gondolom, azt tapasztaltam, hogy az elmúlt években a reformáció gyermekei meghirdetésével mi egyre inkább az élet, a család, a gyermekáldás csodáját átélve, megélve egyre családközpontúbbakká lettünk, és azt látjuk, hogy a család meg akkor működik jól, hogyha Jézus van a középpontban. Olyan sok ajándékot kapunk tőled, Istenünk, nap mint nap, életünknek minden szakaszán, mindenek előtt és mindenek fölött a megváltásnak drága ajándékát. Hogy ez volt a mai ima délutánnak a legfontosabb mozzanata, hogy csendben, semmilyen nagy felhajtás nincs, még egy szeretett vendég sincs ilyenkor az ima közösség végén, mert a böjtölés is hasznára válik a református embernek is. És mi csak azt szeretnénk, hogyha mi bennünket, kis porszemembereket, a hatalmas Isten meghallgatna, mert amit kérünk, azt úgy kérjük, hogy tudjuk, hogy neki ez lehetséges, és ő ezt elkészíti a számunkra, nekünk pedig olyan nyitottnak és alázatosnak kell lennünk, hogy az imádság által kifejezzük, hogy mi készek vagyunk fogadni a számunkra elkészített dolgokat. Az ima délutánt a közös éneklés tette még meghittebbé. Az alkalomról a gyülekezeti tagok lelkileg feltöltődve tértek haza, és időszerű, fontos ima témákat kaptak útravalóul. Második alkalommal adott otthont a Viski Mustármag óvoda a Reformáció gyermekei programnak, amelyet az egyházkerület vezetőségének kezdeményezésére indítottak útjára a Reformáció emlékévhez kapcsolódóan 2017-ben. A református egyház felismerte az utánpótlás és a közösség megerősítésének fontosságát, ezért döntött úgy, hogy ismét megrendezi ezt a programot, ahol közel 70 család vett részt, és ahol egy áhítat, egy műsor keretén belül ismét áldásban részesülhettek. A Kárpáti Református Egyházkerületnek elsősorban az volt a mottója és az üzenete, hogy mi fókuszáljunk a gyermekekre. Tehát ne csupán évtáblákat, vagy valamilyen emléktáblákat állítsunk a reformáció 500. évfordulójára, hanem nyúljunk vissza, úgymond a kezdetekhez, tekintsünk vissza, és a Kárpáti Református Egyházkerület püspöke Zán Fábián Sándor püspök úr, ő fogalmazta meg tulajdonképpen, hogy a mi emlékévünk az legyen a reformáció gyermekei, ami tulajdonképpen azt jelentse a Kárpáti Református gyülekezetek számára, hogy a gyülekezetek tartsanak ima közösséget, tartsanak egy olyan fókuszt, egy olyan hangsúlyt erre a kérdésre, ami ma a Kárpát-medencében a magyarság szempontjából, a nemzetiségnek a szempontjából megmaradás jelenthet, hogy a jövő az a mi gyermekeink.
A szervezők ezzel kívánták jelezni azt, hogy a program folytatódik. Az összejövetelen ismét hálát adtak az újszülöttekért, hiszen ők jelentik a jövőt a református egyház, egyben a kárpátaljai magyarság számára. Próbáljuk azokat a fiatal családokat bevonni ebbe a közös programba, akik az elmúlt néhány évben gyermekáldásban részesültek. Különösen nagyon fontos ez nekünk itt a végeken, ahol szórványgyülekezeteink vannak, hiszen ezek a fiatal gyerekek, akik most 1-2-3 évesek, vagy néhány hónaposok, tudnunk kell, hogy egy 20-25 év múlva ezek lesznek azok, akiknek át kell, hogy adjuk a stafétabotot, akiknek kell majd szószékre állni, akik majd az egyház gyülekezet gondjait gondnokként végzik majd, és ők is ugyanúgy fogják Isten félelemben nevelni és kereszteltetni gyermekeiket, mint ahogyan ők őket keresztelték. A délutánra szép számban látogattak el kis és nagy gyerekes családok. Mindenkit a korosztályának megfelelő programmal vártak a szervezők. A nagyobbacskák játékos formában ismerkedhettek meg a bibliai történetekkel, a kisgyermekes szülők pedig csemetéikkel közösen a ringató program foglalkozásain vehettek részt. Tulajdonképpen ez a program nem másról szól, mint zenei nevelés a családban. És hogy a családban akár az édesanyák, apukák, nagyobb testvérek, rokonok játszanak a gyermekekkel. És tulajdonképpen örömeket lelik abban, hogy a magyar néphagyományban előforduló gyerekdaloktól egészen a komponált gyermekdalokig, versekig, Vörös Sándor versekig, Csukás István versekig megismerkedjenek a szülők, egy olyan zenei és egy olyan irodalmi anyaggal, amit a gyerekekkel otthon is bátran tudnak játszani. A délutánra bárki ellátogathatott. Voltak olyan családok is, akik bár nem az elmúlt években kereszteltek, mégis fontosnak tartották a részvételt. Az idén már másodszor vagyunk itt a családok napján, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, nagyon szépen köszönjük a meghívást. Számomra nagyon fontos ez, mivel tartatjuk olyan emberekkel is a kapcsolatot, akiket nagyon ritkán látunk, vagy esetleg tényleg egy-két hónapban egyszer, vagy ettől is sokkal ritkábban. Ilyenkor összegyűlünk mindannyian, és a gyerekeink együtt játszhatnak, ők is megismerhetik egymást, és már utána az óvodába, illetve az iskolába is barátokkal mehetnek tovább. Pál Eszter csak 3 éves koráig élt Viskán, ám ha megkérdezik tőle, hogy hol van otthon, gondolkodás nélkül szülőfaluját fogja megnevezni. Családja fontosnak tartotta, hogy több száz kilométert megtéve eleget tegyen a meghívásnak. Időt szakítottak arra, hogy szeretett falujukban, rokonokkal és barátokkal tölthessenek el néhány napot. A két gyermekünk az már Budapesten született, ők Eszterke most 5 éves, Anna pedig 1, és hát Eszter nagyon szereti ezeket a dolgokat tudni, hogy mi régen mi történt, és meséljünk a régi dolgokról, és hát a nagyszülőket is bombázza ezekkel a kérdésekkel. Nagyon szereti tudni azt, hogy hívták a déd nagyapját, hogy hívták a déd nagymamáját, tehát valamiért ez nagyon érdekli, és akkor ezt így mindig megbeszéljük, hogy igen, ezt így is mondja, hogy Budapesten született, de ő egy viski kisjány. És akkor ezt már az első kerületben az óvónénik is tudják, hogy ha bemegy az óvodába, akkor ide egy viski kislány fog besétálni, és az, hogy mondjuk itteni tájszólásokat, meg idevaló szavakat és szófordulatokat használ, azon már ott meg se lepődnek. Úgyhogy igen, hát ez egy érdekes dolog, hogy azért nekünk a hétköznapok azok egy másik országba, egy másik közegbe zajlanak, de azért a fontosabb eseményekre és a nagyobb ünnepekre igyekszünk hazajönni, és ez sok szálon kötődünk itthonra, mert hát azért itthon vannak a rokonok, és azért ezt az itthoni levegőt szívni egy kicsit más érzés, mikor az ember hazajön, úgyhogy feltöltődve tudunk visszaindulni. És hát egy nagyon jó leső érzés az, hogy amikor az ember egy távoli pontra sodródik az itthonról, akkor azért jön egy ilyen üzenet, hogy várunk benneteket haza, és akkor azért ez ilyen, annak, aki mondjuk távolabb él itthonról, mondjuk aki Visken él, lehet, hogy nem is olyan nagy jelentőségű, de nekünk igenis fontos az, hogy sok száz kilométerrel arrébb élve valaki számon tart minket itthon, és hát igyekszünk. Hát tavaly nem sikerült hazajutni, de most azért igyekeztünk úgy
irányítani a napirendet, meg a naptárt úgy intézni, hogy sikerüljön hazajönni, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk ilyen sokan. A helyi református lelkész elégedetten tekintett vissza erre a délutánra. Jenei Károly nyugtázta, idén sem lankadt az érdeklődés a rendezvény iránt. A tavalyi év élményei szerint, ilyen saját élmény szerint egy nagyon pozitív visszhangra talált, és azt láttuk, vagy azt tapasztaltuk, hogy minden más mellett, ami öröm volt, az viszontlátás, a találkozás, maga az, hogy egy család odaáll, pláne ha egész. És elhangzik egy ige felettük, ami vagy nekik, ami csak az övék, és csak nekik szól emléklappal, vagy attól függetlenül, egy nagyon sokat jelent, és azt vettük észre, hogy mindenkit megérintett, mindenkit átjárt, és azt vettük észre, hogy akik tavaly már voltak, és aztán idén még lehetnek, azok jó szívvel nem is kellett szólni soknak, hanem azt mondták, ha is úgy, akkor itt leszünk, és szeretnénk együtt lenni. A gyülekezeti lelkészek szerint a rendezvény közösségépítő erővel bír, erősíti az összetartozást. Emellett nagy hangsúlyt kap a fennlövekvő nemzedék hitben való nevelése.